Sára 127 esztendeig élt. Ennyi volt Sára életének ideje. Amikor Sára meghalt Kánaán földjén, Kirját Arbában, azaz Hebronban, Ábrahám bement Sárához, hogy meggyászolja és elsirassa őt. Majd fölkelt Ábrahám a halottja mellől, és így szólt a hetitákhoz. Jövevény és zsellér vagyok köztetek. Adjatok nekem egy sírhelynek való birtokot nálatok, hogy oda temethessem a halottamat. A hetiták ezt felelték Ábrahámnak. Hallgass meg bennünket, Urunk! Istentől való fejedelem vagy te közöttünk. A legszebb sírhelyünkre temest halottadat. Senki sem akadályoz meg közülünk, hogy az ő sírhelyére temesd a halottadat. Ekkor fölkelt Ábrahám, meghajtotta magát a föld tulajdonosai a hetiták előtt, és így szólt hozzájuk. Ha igazán azt akarjátok, hogy eltemessem a halottamat, hallgassatok meg engem, és bírjátok rá Efront, Cohár fiát, hogy adja nekem a Makpelai barlangot, ami a szántóföldje végén van. Teljes értékért adja el, hogy legyen sírhelynek való birtokom köztetek. Efron is ott ült a hetiták között. Ez a hetita Efron így szólt Ábrahámhoz, a hetitáknak és mindazoknak a füle hallatára, akik a város kapujában összejöttek. Nem, uram, hallgass meg engem! Neked adom a szántóföldet a rajta levő barlanggal együtt. Népem fiainak a szeme láttára adom azt neked. Temesd el halottadat! Ábrahám meghajtotta magát a föld tulajdonosai előtt, és így szólt Efronhoz. Hallgass mégis rám! Megadom a szántóföld árát, fogadd el tőlem! Azután oda temetem halottamat. De Efron így felelt Ábrahámnak. Hallgass rám, uram! 400 ezüst sékelt ér ez a föld, ugyan mi az közöttünk? Temesd csak el halottadat! Ábrahám engedett Efronnak, és kimért Ábrahám Efronnak annyi ezüstöt, amennyit mondott a hetiták füle hallatára, a kereskedelmi forgalomban használt 400 ezüst sékelt. Így ment át Efron Makpelai szántóföldje, amely Mamréval szemben van, a szántóföld a barlanggal együtt, és minden fa a szántóföld egész határán körös körül Ábrahám birtokába. A hetitáknak is mindazoknak a szeme láttára, akik a város kapujában összejöttek. Azután eltemette Ábrahám a feleségét Sárát a Makpelai szántóföld barlangjában Mamréval szemben. Ez ma Hebron. Kánaán földjén. Így került Ábrahám birtokába sírhelyül a hetitáknak ez a szántóföldje a rajta levő barlanggal együtt. Ezután Ábrahám ismét megnősült, feleségének Ketura volt a neve, ő szülte neki Zimránt, Jogsánt, Medánt, Midiánt, Zsisbákot és Suáhot. Jogsán nemzette Sebát és Dedánt. Dedán fiai lettek az aszúriak, a letusiak, a leumiak, Midian fiai pedig Efá, Éfer, Hanok, Abidá és Eldá. Ezek mind Keturának a leszármazottjai. De Ábrahám Izsáknak adta mindenét. Ábrahám másodrangú feleségeitől származó fiaknak csak ajándékot adott Ábrahám, és még életében eltávolította őket Izsák mellől kelet felé, a keleti tartomány. Ábrahám életkora, amit megélt, 175 év volt. Ekkor elhunyt Ábrahám, meghalt jóvénységben, öregen, betelve az élettel, és elődei mellé került. Fiai Izsák és Izmael temették el a Makpelai barlangban, Efronnak, a hetita Cohár fiának a szántóföldjén Mamréval szemben. Azon a szántóföldön, amelyet Ábrahám a hetitáktól vett meg, ott temették el Ábrahámot, ahol Sárát a feleségét. Ábrahám halála után pedig megáldotta Isten az ő fiát Izsákot, Izsák pedig a Lacharói kútnál lakott. Így van megírva. Ábrahám hitt Istennek, és Isten őt ezért igaznak fogadta el, sőt, barátjának nevezte. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, ők Ábrahám gyermekei. Mivel pedig előre látta az írás,
hogy Isten a pogányokat is hitáltal igazítja meg. Előre hirdette ezt az örömhírt Ábrahámnak. Általad nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből valók nyernek áldást, a hívő Ábrahám.